1965-ben volt hasonló a helyzet a folyó ezen szakaszán, akkor a jelenlegi szivárgástól 200 méterre szakította át a töltést a Duna, és 17 ezer hektár szántóföldet árasztott el. A mostani szivárgást a gátőr időben észrevette, és a Vajdaság Vizei Közvállalat embereinek segítségével megoldották a problémát. Olyan volt, mintha egy hegyi patak csobogását hallottam volna. Oda mentem, rengeteg homokot láttam. Elegyengedtem a füvet, és láttam, hogy 6 helyen szivárog a víz. Felújítottuk a töltéseket, és remélem, hogy az ilyen rövid ideig tartó árhullám nem okoz meglepetést. Most is itt vagyunk a helyszínen, és az összes kedvezőtlen történést rögtön meg tudjuk oldani. Óráról órára követjük az eseményeket. Fontos az, hogy idén 37 milliót látunk elő az árvízvédelmi intézkedésekre, de a számítások szerint ezt négyszeresen túl fogjuk lépni. Azt mondtuk, hogy jobban meg tudjuk védeni magunkat az áradástól, mint néhány gazdagabb európai ország, és így is történt. Ez azért volt lehetséges, mert az utóbbi 5 évben nagyon sok eszközt fordítottunk arra, hogy ne fenyegessen bennünket az árvíz. A gátőrök még 11 szivárgást fedeztek fel a töltésen Gombos és Karavukova között. A töltés ezen részeit szanálták, azonban az árhullám levonulása után fel kell majd újítani őket.